Vidám szalmabábú mosolyog a baktaló rántházi standon. Paprikát, burgonyát és más zöldségeket hoztak a vására, amelyeket a közétkeztetésben hasznosítanak. 20-an vagyunk, Dégerfeld kastélyban van egy hektárunk, ott szoktuk a sárgarépával a zöldséget, ami ott jobb feketeföld hagyma, ami jobban megterem, a többi a szakiskolának a hátánál homokföld, burgonyát, batátát termesztünk ottan, és ez is mind a közétkeztetésben megy be. Így néz ki a híres nyírmegyesi tulipános virágláda. Ilyen díszítésekkel tették szemmé a települést a közfoglalkoztatottak. Olyan 3-4 éve, akkor még ugye közfoglalkoztatottunk, volt több asztalos is, sajnos ők már kikerültek a munkavilágába, vagy nyugdíjba mentek, és akkor kezdtük el csinálni, ugye a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei jellegzetes motivumot faragjuk bele a kis ládákba, ez pedig ugye a tulipán. Sötét kék színű, apró gyümölcs a berkenye, ezt dolgozták fel kék településen. A bogyóból készült gyümölcslé annyira finom lett, hogy első helyezést értek el vele a vásári versenyen. Annak idején, hogy 2010-ben, mikor indult ez a közfoglalkoztatási program, akkor közel 200 közfoglalkoztatottunk volt. Most lecsökkent már ez, 60 fős létszámmal dolgozunk. Mezőgazdasági termékeket termelünk, főleg saját felhasználásra. A korábbi években telepítettünk kísérleti jelleggel berkenyét, ami most az idén termett már olyan mennyiségben, hogy ugye elgondolkodtunk rajta, hogy mire tudjuk ezt hasznosítani. Azt tudtuk, hogy gyógyhatása van a berkenyének. Maga a berkenye önmagában egy fanyarizű növény, majd ezt javaslom, hogy kóstolja meg, de gyümölcsléként felhasználva, almával vegyítve, tulajdonképpen 100%-os gyümölcsle, amelynek 30% a berkenye, mert önmagában ezt nem nagyon tudná fogyasztani senki. Így kísérleti jelleggel készítettük, és ezzel neveztünk. Meg is lepett, hogy első helyezést értünk el vele. A Hungarikumok közé választott tárogatóval hívta egybe a vendégeket Pusztadobos polgármestere Dani Attila. A megnyitón Szulimán Zsolt, a belügyminisztérium főosztályvezetője azt mondta, nagyon sikeres volt a megyében a közfoglalkoztatás. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 2021-ben 211 település vesz részt a járási programokban, közel 9000 fő közfoglalkoztatása mellett, míg nagyjából 8500 fő vesz részt más egyéb közfoglalkoztatási programban. Az előző évekhez képest ebben a megyében is csökkentek ugyan a közfoglalkoztatásban résztvevők létszámai. 2016-ban ugyanis 37000 főről beszélhetünk, akik közfoglalkoztatásban vettek részt, ez idén 18000 főre csökkent. Azonban, ha figyelembe vesszük, hogy az álláskeresői regiszterben jelen pillanatban is közel 27000 személy szerepel a megyében, akkor látható, hogy akad még bőven lehetőség a közfoglalkoztatásra, van még feladata a munkaügyi szervezetnek. Sesták Oszkár, a megyei közgyűlés elnöke azt mondta, több milliárdos munkaügyi programot hajtanak végre a rászorulók érdekében. Egy munkaügyi paktumpályázatot valósítunk meg a kormányhivatallal együttműködve konzorciumi partnerként. Ez egy 9 milliárdos program volt a TOP keretében az elmúlt években. Egy újabb 2 milliárdos programot most kezdünk el, és a következő 7 évre is egy 10 milliárdos program van kilátásban, csak a területi operatív program keretében, amit ugyancsak munkahelyteremtésre fogunk fordítani. Román István megyei kormány megbízott arról beszélt, hogy 2010-ben véget vetettek a segélyezésnek, és munkához kötötték az állami támogatást. Ennek is eredménye, hogy a rendszerváltás óta most dolgoznak a legtöbben az országban. El kell, hogy mondjam önöknek, hogy de bizonyára sokan emlékeznek, akkor volt egy olyan vállalás is, hogy 1 millió új munkahelyet teremtünk Magyarországon. A pandémia nem jön, ez megtörtént volna már, viszont a pandémia okozott némi megtorpanást a foglalkoztatási helyzetben, azt gondolom sokunk nem örült nyilvánvalóan ennek, de az a vállalás, amit egy évvel ezelőtt tettünk, az szintén teljesült, méghozzá, hogy amennyi munkahely megszűnik a járványhelyzet elején, annyi munkahelyet is fogunk teremteni. El kell, hogy mondjam önöknek, hogy ez a vállalás is sikerült. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is a foglalkoztatási helyzet, a foglalkoztatási szint elérte a járvány előtti időszak foglalkoztatási szintjét. Bízunk benne, hogy innentől kezdve már csak még tovább is
fölfelé van, és azon dolgozunk, hogy ez így legyen. Én azt gondolom, hogy ez mindannyiunknak egy nagyon fontos vállalása. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében ebben az évben 18 ezeren dolgoztak a közfoglalkoztatásban. A Nyíregyházi főtéren 99 megyei település mutatkozott be a járókelőknek az 5. közfoglalkoztatási kiállításon.